2013. április 13-án évadnyitó sajtótájékoztatóra várták a foroszlói tiszatavi ökocentrumba a média képviselőit. Az Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszerét is magába foglaló tiszatavi ökocentrum konferencia termében összegyűlt újságírókat elsőként Bornemissza János poroszló polgármestere köszöntötte. Bevallom őszintén, hogy nagyon nagy várakozással ígérünk a mai nap elé, hisz gyakorta, ugye veszük észre, hogy egyre kevesebb újat tudunk mondani, de próbálunk mindig valami olyat kitalálni, és olyat mutatni az ide érkező vendégeknek, akik a tizatónál azt szeretnék, hogyha rosszabb időtávot töltenének el, és ebben kérjük a média segítségét. A Magyar Turizmus ZRT tiszatavi regionális marketing igazgatója Molnár Anita a térség aktualitásairól beszélt. Nos, a 2012. év a tiszatavi régió számára egy sikeres év volt, 2,5%-kal bővült a vendégek száma és 4%-kal bővült a vendég éjszakák száma, ami azt jelenti, hogy a tartózkodási idő bizony növekszik a Tiszatónál. Van olyan turisztikai szolgáltatónk, aki arról számolt be, hogy 7-8 napos foglalásai vannak a Tiszatónál, ami azt gondolom, hogy nagyon biztató a régió számára. Elsősorban az időjárás az, ami majd meg fogja határozni a kültéri, szabadtéri rendezvényeket, de május 1-jével úgy gondolom, hogy beindul az élet a Tiszatónál. Kicsit, ha hátrébb megyünk, Hunmadaras térségében május 1-jel indul a drag szezon. Hondamotoros majális nemzetközi dragversenyt fognak rendhagyó módon megszervezni. 5-6 ezer embert várnak Hunmadarasra. Ha május, akkor elő lehet venni a kerékpárokat. Intersport Tour de Tiszató és túraverseny, tehát kerékpáros túra és verseny, és görkorcsolya napunk lesz május 4-én. És biciklis nap kapcsán tisztatabbi Brimbatlonról érdemes tudnunk, amire azt írják a szervezők, hogy a csapatoknak garantáltan 2 kerékkel kevesebb van. Ugyanis ennek a rendezvénynek az a különlegessége, hogy 2-3-4 fős csapatok indulhatnak, akik a létszámuknál pontosan egyel kevesebb bringával rendelkeznek. És amíg az illető, az a csapattag, akinek nincsen kerékpárja, annak futnia kell közben. Tehát nagyon jól kell összeválogatni a csapatot, és nagyon ügyesen kell taktikázni, hogy jól szerepeljen a csapat. Ez is szintén a május 4-i hétvégén lesz. A Tiszavirág ártéri sétaút rendszeresen, 2 hetenként legalább, a heti rendszerességgel is szervez különböző témákban túrát, amik érintik egyrészt a parti területeket, illetve az ártéri sétautat. Erről még azért fogok bővebben beszélni. Nagy körülben nagy a mozgolódás, tájház vonatkozásában, és természetesen a cseresznye vonatkozásában. Júniusban ugyanis nagy cseresznye vásárt és pálinka fesztivált szerveznek. A kerékpározásra mindenkit invitálunk továbbra, és biztos bizonyára tudják, hogy próbálkozunk azzal, hogy a tiszatavi körkerékpárút teljessé váljon. A Tiszatavi Turizmusfejlesztő Egyesületnek egy kiemelt projekt nyertes pályázata van, amelynek keretében a Tiszafüred Poroszló hidat kiegészítjük egy kerékpáros úttal, 8 kilométeren 4 híddal, de a nagy terveink azok, hogy Tiszatavat Ortobágyjal kössük össze. A Tiszatavi Ökocentrum igazgatója Kis János arról adott tájékoztatást, hogy a komplexum milyen újdonságokkal készül az ezévi szezonra. Telegdi Ágnes író és fotós a Vizek világa című albumát mutatta be, melyet a Tiszatavi Ökocentrummal közösen valósított meg. Ezek a vágottok olyan 2 éves körüljek. A
a kecsege pedig, ami lent húzkár, ez a pici kis fehér csík pintázattal, ők azok ugye, amelyek a Tiszatóban nem, de a Tiszában élnek.